Na, sziasztok fiúk, lányok, újra itt vagyok egy mikrofonos videóval, ám mint írtátok legtöbben, hogy folytassam az Outlast-ot, arra gondoltam, hogy inkább egyet fifázok, mivel itt van a nyakunkon a 14-nek a megjelenés, ami mondjuk egy kicsit hidegen hagy, de nem baj. És arra gondoltam, és illetve kaptam több ajánlatot, vagy nem is ajánlatot, ötletet arra, hogy melyik meccset játszam le, hát, és amint látjátok, a magyar-romára esett a választásom. No, úgyhogy megpróbálok a magyarokat győzelemre vinni, bár nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, úgyhogy én 1000 éve nem fifáztam. No, az előző kommentáros videómmal kapcsolatban annyit szerették mondani, hogy szerintem nem lett jó, még mindig ezt mondom. Viszont ennek ellenére nagyon sok pozitív kommentet kaptam, pozitív értékelést a videóra. Hoppá, nehogy kikapja közbe. Jó. És én rettenetesen örültem annak, illetve az építő jellegű kritikának is nagyon örültem, ami inkább az volt, hogy próbáljak kicsit több életet belevinni, ne legyen olyan egyhangú a dolog. Hát most meglássuk, hogy meglássuk. Jó van, paraszt vagyok. Meglátjuk, hogy hát mennyire fog most sikerülni. Mint halljátok, a magyar kommentátort azt kikapcsoltam, mert hát engem kicsit idegesít, amikor hülyeségeket zagyválnak, hogy megszerezte a labdát, de nem tudta megtartani. Ha persze, mert passzoltam. És ezt inkább kikapcsoltam. Az angol kommentárt azt lenémítottam, és arra gondoltam, hogy a meccs hátra levő részében én fogom majd kommentálni a meccset. Feltéve tudok egyszerre kétfelé figyelni. Nos, az Outlast-ot nem tudom. Fogom folytatni, de második végigjátszása nem olyan félelmetes szerintem, úgyhogy ezt egyelőre hanyagolom, de szerintem a jövőben meg lesz csinálva az is. Lehet elkezdem valamelyik nap, nem tudom. Attól függ, hogy fogok ráérni. Na, de most beszéljünk egy kicsit a FIFA-ról. Úgyhogy a kommentátor, az most én leszek, úgyhogy induljon akkor. Magyar válogatottnak bedobás. Passz. Gyerünk, Szalai, vidd előre. Passzoljál. Jó, nem jó. De jó, vidd, nem jó. Cselezni nem tudok, nem baj. Na. Gyerünk. Vedd el. Akkor te vedd el, ne vedd el. Ha kikapnánk, az se lenne furcsa. Magyaroktól már szokás. Az lenne már furcsa, hogyha nyernének, szerintem. De mindegy, én ebbe a... nem szólok inkább bele. Én nem nagyon értek a magyar focihoz, meg úgy igazából, mint mondtam, egyikhez se, de... ahogy szoktátok mondani, csak a magyarok egyáltalán nem értenek hozzá. Nem véletlenül kaptunk ki 3-0-ra, ha jól emlékszem, hát remélem ez nem volt spoiler senkinek. Jó van, integessé, induljál meg akkor. Gyerünk. Úgy, talán meg lesz az első. És... rárúg, kihagy, védi, nem igaz. Jó, románoknál labda, igen. A magyarok szerencsétlenkednek egy kicsit, románok jó passzolnak, a magyarok még mindig szerencsétlenkednek, és ki is rúgják a labdát. Románoknál bedobás. Na, ez jó megy. Rúgd ki. Ne rúgd be. Rúgd ki. Úgy. Ez az. Vidd. Passzolj. Nem igaz. Nem tudom, hogy kinek passzol, de passzol. Gyerünk. Passz. Nem neki akartam, mindegy. Vidd. Induljatok már meg. Indulj. Utol éred! Nem éred utol! Rúgd föl! Jó. Ez az! Menni fog! Rúgd be! Ez az! Megvan az első! Jóval, nem fogunk kikapni, úgy néz ki. 27. percben az első gól megvan. És a magyarok rúgták. Jóval, azért még emlékszem egy-két dologra. Szép volt, jó volt. Középkezdés. Aztán ez az. Mindegy.
Jaj, hát ez jó volt. Remélem nem nagyon sok gólt fogunk bekapni. Mit akartál ott? Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Passzolj, jó. Nagyon jó, nem jó. Gyerünk. Na, legalább most már egy gólt rúgtak, nem úgy, mint a legutolsó meccsükön. Indítsd meg, jó. Nem jó, hova futsz? Gyerünk. Jó. Vedd el. Na, hogy bekapjunk egyet, mert akkor rosszul leszek. Gyerünk, vedd el tőle. Gyerünk. Remélem most azért a nézők nem fognak majd szurkálni senkit. Na jó, hallottam a múlt héten volt erre is példa, hogy magyar szurkolót megkéseltek, vagy nem is tudom mi volt. Na mindegy, ebben nem menjünk bele megint, mert aztán kirobbantok hozzászólásokba valamit. Nem jó, de majdnem jó lett. Jó van. Na. Gyerünk. Románoknál a labda megint. Labda birtoklás, nem tudom mennyi lehet, szerintem náluk van nagyobb százalék. Na, viszont én jobban passzok, vagy többet, nem tudom, hogy mit írt ki. Neki, hova rúgott, te szerencsétlen? Jó, rögt föl, hát a kapsz egy sárgát. Na, add ide, gyerünk. Vedd már el tőle, hát nem igaz. Helyzet volt, de védtem. Tovább. De hova indulsz? Hát már rég nyomom a kontrollert jobbra, azt még mindig balra mész. Vedd már el. Ez az. Egymásba esnek el. Ez az, védett! Jó van! Nagyon jó! Menjél! Fuss! Indíts! Az az! Nem az! De az! Jó! Nem jó! Na! Gyerünk! Románoknál megint a labda, magyar... Miért nem mondom azt, amikor... Na, magyaroknál a labda! Vége a fél időnek? Észre! Észre se vettem, ez gyorsan elment, és 1-0 ide. Jó van. Ezt átlépjük. Ezt a gólt azért megnézzük. Ja, ez nem is gól volt, hanem helyzet. Na mindegy. Ez volt gól. Ez volt gól, ha jól emlékszem. Igen. Na. Igen, labda birtoklás az nekik jobb. Na, második fél idő, és mi kezdünk, de jó. Gere barátunknál a labda. Most megpróbálom. Nem próbáljuk, de megpróbálom. Indítsd meg, nem indítja el. Jó. Vedd el. Ez el fogja vinni a kapuig. Elviszi. Tuti el fogják vinni most a kapuig. Ajaj, így biztos. De megszereztük a labdát. Jól van, ügyesek vagyunk. Az is jó. Gyerünk! Ut beéred, eléred, nem éred el, de szerencsétlen vagy. Na, jó, ez megvan. Ő még időben felkelt, ő meg pont beleért, most én értem bele. Na, most mi van? Melyik volt szabálytalan? Ja, jó van. Na, rúgd el szépen. Jó, hogy már nem vetődsz egy ilyen labdáj. Na. Jó? Felrúgjam. Felrúgom. Nem sikerült. Na, ez sikerült. Bár nem repült akkorát, amekkorát szerettem volna. Sőt, sem ekkorát nem repült. De a labda az enyém lett. Most már nem az enyém. Jó? Nagyon jó? Nem jó? A francba. Majdnem sikerült, pedig szép lett volna egy másodikat. Csin forogsz össze-vissza, nem szédülsz el? Erre, add ide. Hopp, nem hopp.
Jó, szép. Itt. Passzolj. Szép volt. Vidd, ez az. És... rárúg, és nem van, meg van a második! Ez az, szép volt. Jó, hát most a magyarok azok túl teljesítenek. Nézzük meg az ismétlést. És benn van. Jó, 2-0 magyaroknak. 59. percben. Nagyon jó, és... hát ha ez nem lett volna ott, akkor talán meg lett volna a harmadik is. Na mi van, lesérültél vagy? Színészkedsz egy kicsit. Színésziskola az nem itt van. Az két utcával odébb. Na? Na, hogy berúgjátok, mert túl szép ez a 2-0. Uha, fáradnak egy kicsit az embereim. Nem baj. Hagy fáradjanak. Jó? Jó! Vidd! Vidd! Meg lesz a harmadik! Igen! Rúgd! Rúgd! Ne! Francba. Bedobás. Kinek? Magyaroknak. Na, ez az. Erre? Jó? Rúgd! És? Hát, ezt meg én is kivédtem volna, ez olyan gyenge rúgás volt. Na. Fejed. Vedd el tőle. Nem. Na. Vegyétek el tőlem, mert berúgja. Nem, még én rúgom be. Jó van. Jó van, megfogta a kapus. Mivel tudom lerakni a labdát? Á, megvan. Jó van, ilyet nem játszunk, mert tudja, hogy bekapok egy gólt. Jó van, eladta a labdát, nem számít. Megvan bundázva a meccs, biztos. Jó van, remélem sárgát is adsz neki. Igen, megkapta az első sárgát. Nos, nézzük, hogy mit is csináltunk tulajdonképpen. Jó van, csak megborítottuk egy kicsit. Bazd meg! 2-1. Ez szép volt. Ha égjétek a magyit. De jól látom, beleért a kapus. Nézzük meg még egyszer. Aha, beleért. Jó. 2-1. Remélem ez így marad végig. Nem, remélem nem marad így, és ez bemegy. Nem rúgtad el! Ha miért nem rúgtad el? Szerencsétlen. Lehet kapura lövés előtt a sprint gombot el kéne engednem. Lehet. Na mindegy. Passz, passz, rossz passz. Csel, csel, csel. Magyar se tudja, hogy hol a labda. Ó, az jó lett volna, ha elérem. Jó. Gyerünk! Rúgd! Ez az, szép lesz, meg lesz! Na! Ne szerencsétlenkedjél! Rúgd be! És mellé! De közel volt! Majdnem üres kapura és mellé lövöm. Azt csak egy 10 centivel kellett volna odébb rakni a kaput és jó lett volna. Ezek cserélnek, én nem cserélek, mert már mire erre a 10 percre. Ez egy kicsit rosszul érezném magam egy vesztésre álló csapatban az utolsó percek beállítanának be. De szerintem meg lesz a harmadik. De hányszor mondtam én már ezt? És kapufa! Biztos odébb rakták a kaput előbb egy 10 centivel, és most azért nem ment be. Francba. Na, most egész jó. Elég sok a kapura lövéseim száma, úgy néz ki. Ja, nem tudtam írt elképzelni, miért sárga a feje fölött a nyílt. Rájöttem, hogy a lap miatt. Jó, fogd meg, ügyes. Menjetek előre, hes. Menj már onnan!
Uha. Sanszos, hogy ez 2-2. Nem 2. Ez az. Jó van, megmentettük. Passzolj, ez az. Indul. Megint. Ez az. Jó. Nem jó, el fogja venni. Mondom, rá kéne jönnöm, hogy kell cselezni. Na. Magyar már megint nem tudja, hogy hol a labda, de felrúgom. Mondom, felrúgom. Mondom, felrúgom! Jó van. Miért elesett? Jó, nem jó! Most milyen szabálytalan? Sárgát kapok, vagy mi van? Múlt heti meccsön mennyi sárga is volt a magyaroknál? 2? Az megvan már itt is. Jó van, nem utogassál. Hát de most már minek cseréltek annyit? Hát ma mindjárt vége a meccsnek. Hát a 90. percben vagyunk. És tudom, mi trükköztök? Jó, majd a holdról lehozzuk. És ha jó hallom, vége a meccsnek. Tehát 2-1-re. Sikerült megcsinálom. De ezt hozzáteszem, hogy fél profi. Nem játszottam már legalább egy éve FIFA-val. Legutóbb akkor játszottam ezzel a részével, amikor megjelent. Na szóval, remélem tetszett a videó. Ha tetszett, akkor ugye lájkoljatok egész nyugodtan, írjatok kommentet, hogy esetleg kommentelés terén, hogy miben változtassak. Na, sziasztok!